Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet. Azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Németország, Szlovénia és Románia. Németországgal kezdünk, ahol megváltoztatná alapprogramjában a CDU az iszlámra, a muszlimokra vonatkozó részt az országban. Azt a mondatot fogalmazták át, ami arról szól, mennyiben tartozik az iszlám Németországhoz. A muszlim szervezetek már is tiltakoznak. Kapcsolunk már is Berlinbe tudósítónkhoz, Noll Katalinhoz. Nos, a vita nem új keletű, az ellenzéki párt új állásfoglalása szerint mennyiben része az iszlám Németországnak, és vajon miért kerül sor a pontosításra? Jó reggelt kívánok! Valóban egy kulcsmondatot változtatna meg alapprogramjában a legnagyobb ellenzéki erőnek számító CDU. Létezik egyébként egy sokat idézett mondat, az iszlám Németországhoz tartozik. A CDU politikusai körében kisebb vita is alakult ki azzal kapcsolatban, melyikük hangoztatta, melyikük szájából hangzott el először ez a mondat. Christian Wulff például a Német Egység napján ejtette ki ezt a mondatot, Wolfgang Schäuble az első iszlám konferencián, de a későbbiekben Angela Merkel, sőt kormány szóvivője Steffen Seibert is sokszor idézte ezt a mondatot. Nemrég a párt vezetése egy éjszakában nyúló konferencián döntött arról, hogy változtatnak a mondaton. Az alapprogramban úgy hangzott ez a mondat, hogy azok a muszlimok, akik osztják értékeinket, Németországhoz tartoznak. A változtatás értelmében pedig a mondat a következőképpen módosulna. Az az iszlám, amely nem osztja értékeinket és elutasítja a szabad társadalmunkat, nem tartozik Németországhoz. A pártkongresszus májusban fog dönteni erről a módosításról, és annak ellenére, hogy még csak egy tervezetről van szó, már is sokan támadják. Nem szabad elfelejteni, hogy Németországban a pártokon, sőt a pártvezetéseken belül is szép számmal vannak migrációs hátterű politikusok. A CDU-n belül például Szerab Güler, aki török vendégmunkások gyermekeként nőtt fel, ő csak 2010 óta német állampolgár, viszont muszlim, és támadja a változtatási javaslatot a muszlimok központ tanácsa, szerintük ezzel stigmatizálják a muszlimokat. Jens Spahn volt egészségügyi miniszter, ugyanakkor nem mulasztotta el védelmébe venni ezt a módosítást. Szerinte ugyanis nincs még egy olyan vallás, ahol olyan mértékű szélsőségesekkel lehetne találkozni, mint az iszlámon belül. Érdemes megnézni azt is, hogy a több mint 80 milliós Németországban 5,5 millióra becsülik a muszlimok számát, ők a társadalom 6,6%-át alkotják, és a biztonsági hivatalok egyre inkább hívják fel a figyelmet veszélyes jelenségekre. Münchenben terveznek például egy rendezvényt, ahol a titkos szolgálatok, illetőleg a rendőrség már is tájékoztatott arról, hogy szélsőséges elemek, szalafisták lesznek jelen, olyanok, akik terroristákkal is ápolnak kapcsolatot. Nyilatkozott a sajtónak, a német sajtónak az imám, aki elmondta, hogy ő gyakorlatilag vallása minden képviselőjével tartja a kapcsolatot. A szervezők ugyanakkor nem mulasztották el gunyorosan a német titkosszolgálatokat, illetőleg a rendőrséget is meghívni, és nem szabad elfelejteni, hogy itt Berlinben nemrég tiltottak be egy olyan konferenciát, ahol ugyancsak rasszista megnyilvánulások hangzottak el. Hogyha megnézzük, akkor az iszlamisták száma 2023-ban Németországban meghaladta 28 ezret, viszont a szélsőséges radikális elemek száma nőtt a legnagyobb mértékben, a szalafisták 2011-ben még alig valamivel több mint 3000-en voltak, 2022-re pedig a számuk elérte a 11 000-et, sőt a német hatóságok megfigyelés alatt tartanak több mint 1000 olyan embert, akik korábban Szíriába utaztak, akik az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel ápoltak kapcsolatot, támogatták a terrorszervezetet, és ezen embereknek a 40%-a azóta vissza is tért Németországba. Szlovéniában, ahol a brežicei civil kezdeményezés csak nem 7000 aláírás nyújtott be a kormánynak a tervezett új menekültügyi központ ellen. A részletekért Lendvára kapcsolunk Magyar Lóricz Mirjánához. Nos, mit követel a civil kezdeményezés a kormánytól, és milyen további lépéseket helyeztek kilátásban abban az esetben, ha a kormány nem teljesíti a követeléseket?
Szép jó reggelt kívánok! Bő másfél hónapja, február végén döntött a szlovén kormány arról, hogy Horvátországgal közös határán két ideiglenes menekültügyi központot létesít, az egyiket a Lendvától 40 kilométerre fekvő Središčob Drávi településen, a másikat az elsőtől 130 kilométerrel délebre fekvő Obrežje Bregana egykori nemzetközi szlovén-horvát határátkelőhely területén. Másfél hónapja tart tehát a helyiek ezzel kapcsolatos agóniája. A menekültügyi központot ugyanis a kezdetektől ellenzik, véleményüknek folyamatosan hangot is adnak, önkormányzati határozatok, tüntetések, útlezárások, közigazgatási jogviták indítása. Mindez mind hiába, a kormány eltökélt abban, hogy tervét megvalósítja. A brezsicei önkormányzathoz tartozó települések lakosai a tervezett menekültügyi központ megépítésének megakadályozása érdekében civil kezdeményezésbe is tömörültek, és aláírások gyűjtésébe kezdtek, majd a közel 7000 aláírással ellátott petíciót az elmúlt csütörtökön átadták a kormánynak. Bogdan Palausnik, Brezsice alpolgármestere az aláírások benyújtásakor a sajtónak elmondta, hogy az összegyűjtött aláírások azt jelzik, Obrežje nem alkalmas hely egy menekültügyi központ számára. A helyszín egyrészt nem lakható, a rendőrségnek gondjai lesznek a biztonság szavatolásával, ezért a kormánynak szerintük megfelelőbb, jobb helyszínt kell találnia. Véleménye szerint a kialakult vitás helyzet Szlovénia belső ügye, és a polgárok azt szeretnék, ha ez a probléma itt Szlovéniában is oldódna meg. Ha azonban nem oldódik meg Szlovéniában, akkor bejelentésük szerint tovább mennek egészen Brüsszelig, mert hogy Brüsszelnek tudnia kell, Szlovénia hol akarja elhelyezni a migránsokat. Az alpolgármester azt reméli, ha Szlovéniában nem, akkor Brüsszelben sikerrel járnak, és megakadályozzák a menekültügyi központ létrehozását. Freddy Zsiberta, a Velika Dolinai település helyi közössége tanácsának elnöke hozzátette, hogy a határátkelő helyen egy menekültügyi központ felállítása jelentősen rontaná mind a helyi lakosság, mind a migránsok biztonsági és humanitárius helyzetét. Úgy véli, hogy új menekült központok létesítése Szlovéniában azért sem helyén való, mert a migránsok célországai elsősorban Olaszország és Németország. Ugyanakkor helyén valónak tartja egy regisztrációs központ fenntartását a határon. Szavai szerint petícióban a polgárok azt követelik, a kormány olyan védelmi és biztonsági intézkedéseket szavatoljon a Horvátországgal közös határán, mint amilyenek annak idején voltak, amikor még Szlovénia védte a schengeni határt, és a migránsok átvonulása Szlovénián keresztül minimális volt. 2022-ben egyébként 32 ezeren léptek illegálisan az országba. Tavaly Horvátország schengeni csatlakozása évében ez a szám már meghaladta a 60,5 ezeret, az idei év első három hónapjában pedig további 20%-kal nőtt az illegális határátlépések száma. Körképünket Romániával zárjuk, ahol több száz illegális határátlépésen tetten ért bevándorló tolont szóltak ki. A bevándorlási hivatal friss statisztikájából kiderült, hogy havonta csak nem 100 határsértőt küld haza. A részletekért Bukarestbe kapcsolunk most Bot Eszterhez. Nos, kiket utasítanak ki, illetve toloncolnak ki az országból, és változott-e idén a hazaküldött illegális migránsok száma a tavalyi adatokhoz képest? Jó reggelt kívánok! Az idegenrendészeti ügyekben illetékes román bevándorlási hivatal a napokban ismertette az első negyedév kitoloncolási adatait. Közleményük szerint március végéig 280 illegális bevándorlót toloncoltak ki az országból. A legtöbb hazaküldött migráns Bangladesből, Nepálból és Sri Lankáról érkezett. A kitoloncolások oka szinte mindig az illegális határátlépés volt. Azokra a migránsokra, akiknek nincsenek rendben a tartózkodási irataik, a legtöbb esetben csak kiutasítás vár. Azok, akik a felszólításnak nem tesznek eleget, vagy akik bűncselekményt követnek el, például ugye határsértésen érik őket, kitoloncolásra számíthatnak, vagyis őrizetbe kerülnek és rendőrök kísérik őket a határátkelőig. 2023-ban több mint 4000 külföldit utasítottak ki. Közülük majdnem 1200-at ki is toloncoltak Romániából, vagyis a kitoloncoltak havi átlaga megközelítette a 100-at, ami megegyezik tulajdonképpen a most közzétett idei első negyedéves adatokkal. Nem javult tehát a helyzet, jelenleg is a tavalyihoz hasonló ütemben folynak a kitoloncolások. Múlt héten például 4 bangladesi férfit kísértek őrizet alatt a bukaresti nemzetközi repülőtérre a bevándorlási hivatal alkalmazottai. 3 közülük munkavállalóként érkeztek az országba, de megpróbáltak Nyugat-Európába szökni.
A negyedik migránst egy rutin ellenőrzés során kapták el, ugyanis nem voltak rendben az iratai. Ugyancsak múlt héten az Arad megyei zárt befogadó központból 13 sri lankai, egyiptomi és bangladesi vendégmunkást vittek őrizet alatt a kolozsvári nemzetközi repülőtérre. Őket is azért küldték haza, mert hát nem elégedtek meg a romániai keresettükkel, és megpróbálták illegálisan átlépni a magyar határt. A kitoloncolt külföldiek többségét 5 évre kitiltják az Európai Unió területéről. Hasonló mértékű kitiltásra számíthat az a 11 határsértésen ért nepáli, sri lankai és pakisztáni férfi is, akiket több mint egy hete kísértek a fővárosi repülőtérre a hatóságok. Ahogy az elmúlt napok eseményei is bebizonyították, a jó részt Ázsiából és Afrikából érkező vendégmunkások közül sokan szinte azonnal Magyarország felé célozzák meg a zöld határt. Erre mutat rá a román belügyminisztérium államtitkára is, akit az egyik román hírportál idéz. Bogdan Desprescu tábornok elmondta, évente hivatalosan 100 000 vendégmunkás érkezik meghatározott munkaszerződéssel az országba, és hát ugye elvileg jelenleg körülbelül egy olyan 150 000 ázsiai vagy afrikai bevándorlónak kellene Romániában tartózkodnia. A valóságban azonban ennél jóval kevesebben vannak, jelentős részük már nyugatra szökött, ahol ugye rokonaik, barátaik várták őket. A belügyminisztérium államtitkára elismerte, a romániai embercsempészek és a migránsok jelenléte nem csak a határátkelő helyeken okoz gondot, tavaly több olyan gyilkossági eset is volt, amelyek a migránsbandák közötti leszámolás miatt történtek. Mai migrációs körképünkben Németországból, Szlovéniából és Romániából hallhattuk a legfrissebbeket. Tudósítóinknak nagyon szépen köszönjük.